Kedves testvérek, szeretett vendégek! Délutáni Isten tiszteletünk megkezdésére énekelni fogjuk az adventista énekeskönyv 34-es számú énekét. Új énekem a magasságos tárgya. Tehetjük, térdet hajtunk az Úr színe előtt. Mennyei jó atyánk, hálás szívvel borultunk le őkból színed előtt, és megköszönjük, hogy mindezdeig velünk voltál.
Köszönjük ezt az áldásos, csendes, békés szombatnapot is, mindezért is dicsőítsük szent nevedet. Köszönjük a békét országunkban, és köszönjük, hogy nagy kegyelmedből megengedted, hogy összegyűlhettünk lábaidhoz. Most meghívunk, jöjj és légy közöttünk szent lelked által, áld meg igét szólóját, de ugyanakkor áldjál meg minket is, hogy be tudjuk fogadni az igét. Adjad, hogy az igét befogadva egy tisztább és egy szentebb életre törekedjünk. Segíts, hogy fel tudjunk készülni a veled való találkozásra. Megemlékszünk gyülekezetünk betegeiről, időseiről, kérünk éreztes velük is szombatnapi áldásodat. Mindenek felett legyen meg szent és dicső akaratod, nem a mi akaratunk. Amen. Felejthetetlen Moldován Vilmos verse. Vallomás a kereszt alatt. Jézus azért jött, hogy megváltson minket. János 19:26. Csend borult a gyászos Golgotára. Ráhullott az éj fekete árnya. A röd dombon Jeruzsálem felett barnán sötét lett a véres kereszt. Egy árnyékosont félve alája, valamit szólt, suttogott a szája. Ráborult a véres rögre, és szeméből hatagzott a könnye. Mester, nézd, itt vagyok, szólt megtörten. Rút, lázas álmok maradtak mögöttem. Hozzád jöttem az esleple alatt, és szívemből igaz vallomás fakadt. Emlékszel? Akkor is így este volt, bágyad bús, nem volt sem csillag, sem hold, távol pásztor tüzek égtek, s a nagy csöndben hallatszottak léptek. Velénk jöttél, arcod csupa nap volt, ragyogásod nem takarta. Nap volt, követésedre hívtál minket, s mi érted, nyomban elhagytunk mindent. Azóta, jaj, sok bűn tapadt reám, rangvágy, rút foltok szennyezik ruhám. Akartam ülni jobb kezed felől, s méreg poharat inni, mely megöl. Dicsőségedben osztozni vágytam. Dícsőségben, szép ruhában, aranyban és szép ruhában, de most, ó, én balga féreg, látom gözölögni drága véred, hallom elhaló halk piegésed, érzem vége már a vérömlésnek. Csak most tudom, tövis a koronád, trónod a kereszt, s a jogarod nád. Ó, most király vagy, szent és igazi, mert véred itták a bűnt fiai. Királyságod aranyfénye lobban, a véres harmatú hajnalodban. Nézd, mester! Leszállt a sűrű este. Ma sok kaján szem kínjaid leste. Gonok, csend borult a véres dombra. Egy jaj se vegyült a fájdalomba. Az éj
fekete szemeket mereszt. Tudom, nem tied, enyém a kereszt, enyém a könny, s enyém a seb, s bűnöm nélkül kínod is kevesebb. Enyém a tövis, a bűs, sájdalom, enyém a halál, de meg nem válthatom. Zúgó fejem lábadra lehajtom, érzed a könnyem, hallod a hangom, érzed a lelki kínom keservét, könnyeimnek fájó, szagos ízét. Ó, mondd, van kegyelem, maradt-e fény nekem, vagy örök lesz a barna éj? Bűnömre van megbocsátó balzsam, vagy elveszek a sok lelki harcban? Van-e könnyeimre vigasztalás? Égő lelki szomjamra gyógyforrás? Van megváltás a harcban győzelem, vagy örök lesz a bűn, s a gyötrelem? Nem szólsz, mester. Nincs számodra szabad. Nem mondod, miért marnak a könyvsavak. Mondd, miért hajtod le válladra fejed, s nagy öt sebedből víz és vér ered. Ó, csak szabad hallanám, drága mester, bármi halkan elsusogva egyszer. Szólj, csak még egy szót, egyetlen egyet. Csend. A kín betelt, s Jézus szólt, elvégeztetett. Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy bár az idő elromlott, mégis úgy döntöttünk, hogy ezen a délutános Istennek a Szentházába gyűlünk össze. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a világháló segítségével követnek bennünket, és meg szeretném köszönni a szép költeményt. Lehet, hogy mondhatnák egy amment, és már úgy éreztük, hogy megérte eljönni az Isten Szentházába. Mivel Isten eljött a földre, és meghalt értünk, hogy megbékéltesse a világot, emiatt magával a világot, arról gondoltam, hogy ezen a délutánon Isten békességéről elmélkedjünk. Alapszövegként szeretném, ha megnyitnánk a Bibliánkat, vagy követnénk a kivetítésben a Filippi levélhez, Filippiekhez írt levélhez, és itten a 4. fejezetének a 7. versét olvasnánk. Következőket mondja. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataikat a Krisztus Jézusban. Valószínű, ezen a szombaton már köszöntünk úgy, hogy békességet testvéreinknek, vagy a testvérnöknek, és lehet, hogy már úgy formálissá vált ez a köszönési forma. Úgy belegondoltunk, hogy mit jelent, mikor azt mondjuk valakinek, hogy békesség. Mit akarunk ezzel üzenni? Már gyerekként úgy megtanuljuk, hogy főleg az idősebb személyeknek, hogy így köszönjünk. És a Bibliában is találunk elég sok példát, hogy így köszönnek el a levélérők. Például 1 Péter 5:14-ben azt olvassuk, hogy békesség mindnyájatoknak. És más példák is találhatók a Bibliában. De mi valójában a békesség? Hogyha egy rég élt ember gondolt a békességre, akkor arra gondolt, hogy ő vagy valaki elvonul valahova távolra, ahol egyedül van, nem zavarja ottan senki, nem éri semmi olyan körülmény, ami
olyan állapotba hozná, hogy ne érezzen békességet. Ebből aztán született a szerzetesség, egyesek ezt még továbbvitték, és az önsanyargatást is gyakorolták az egyetemen. Most tanulom az ősatyákat, és elég sokan voltak, akik különböző módszereket próbáltak alkalmazni, hogy békességet érezzenek. De mire utal ez a bibliavers, ami az alapszöveg volt, hogy felülhalad minden értelmet. Olyan tényleg egy olyan dolog, amit nem foghatunk fel, amit, hogyha olvassuk a Bibliát, lehet imádkozó lelkülettel, akkor se tudjuk megérteni, vajon. És mit jelent ez, hogy tényleg, hogy gyakorlatilag, hogy megőrzi a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézusban. Így ebből is láthatjuk, hogy ez a békesség egy pajzs kell legyen, ami úgy megóv bennünket. Ha elolvassuk János evangéliumának a 14. fejezetét, és itten a 27. versét, akkor ezt a koncepciót Jézus ki is jobban kitágítja. Azt mondja, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjétek a szívetek, se ne féljen. Ebből megértjük, hogy ennek a békességnek van egy konkurense is. Tehát a világ is akar békességet adni. De ahogy az embernek van az alapvető szüksége, hogy egyen, nincs szerintem olyan ember, aki nem éhezik meg, és az emberek azoknak a személyeknek, akik lehet, hogy otthon nem főznek, nyitottak különböző éttermeket, ahol különböző ételeket vehetsz. Így a világ is kínál különböző módszereket, hogy hogyan érj el egy békességet. De látjuk, hogy nekünk is egy alapvető szükségünk az, hogy békességünk legyen. És Jézus figyelmeztet, hogy ő nem úgy adja a békességet, mint ahogy a világ adja. Isten, mikor megteremtette a Földet, akkor minden harmóniában volt. Minden békességben volt. Ádám együtt volt az állatokkal, az állatok együtt voltak Ádámmal, Ádám együtt volt Istennel, Isten együtt volt Ádámmal. És látjuk, hogy minden tökéletesen harmóniában volt. Vajon voltak félelmei Ádámnak és Évának? Volt, amiért aggódtak? Volt nehéz helyzetük? Mondhatjuk, hogy nem. És látjuk, hogy először ezt a fogalmat, hogy Isten békessége már az Édenkertben megtaláljuk. És ez nem egy egyszerű fogalom, ez egy életfilozófia. Ez egy, mondhatjuk úgy is, hogy egy keret, ami magába foglalja az olyan dolgokat, ami minden tartalmazza Isten békességét. És mikor két zsidó találkozott, és azt mondta egyik a másiknak, hogy Shalom, akkor ő arra gondolt, hogy juss, nem arra gondolt, hogy na mostan lehet konfliktusban vagyunk Palesztinával, vagy jönnek a filiszteusok, vagy egyéb más gondokra, hanem arra gondolt, hogy lép te is egy felsőbb szintre, te is érd el azt a szintet, ami az Édenben volt, ahol tényleg mindenhol Istennek a békessége van. Látjuk, hogy az Édenkertben az állatok nem féltek az emberektől, és az emberek sem féltek az állatoktól. Nem aggódott az ember, hogy mi lesz, hogyha jégeső lesz, vagy most, hogy kirügyeztek a fák, mi lesz, hogyha fagy lesz. Nem voltak ilyen dolgok. És emiatt is mondja az alapszövegünk, hogy minden értelmet felülhalad. Mert most úgy nehezen tudjuk felfogni, hogy milyen az, hogy tényleg, hogy minden békességben legyen. Mert itt a földi életben vannak lehet szomszédaink, akik néha
zavarnak bennünket, van nagy forgalom a városban, lehet, hogy nagy sorokat is kell kiálljunk, és vannak olyan dolgok, amik úgy hatnak a mi életünkben, hogy elrontsák a mi békességünket. De mikor azt mondjuk egy testvérünknek, hogy békesség, akkor ezzel mi azt kívánjuk, hogy élje úgy az életét, mint ahogy az Édenben élték, ahol tényleg mindenhol Istennek a békessége volt. És láthatjuk, hogy mit tett Sátán. Az volt az első dolga, hogy ezt az élet filozófiát, azt a jót, amit az Atya adott, és az Istennel való közösséget, ahol volt Istennek a közössége, elpusztítsa, és azt mondta, hogy állj meg egy picit, mostan konfliktust teremtek ember és állatok között. Most már az emberek szaladnak az állatoktól, de van, hogy az állatok is szaladnak el az emberektől. Elment a békesség. Aztán konfliktust teremtett Sátán az ember és a természet között is. Az ember pusztítsa a természetet, és a természet visszaad különböző természeti jelenségeket, lesznek különböző természeti katasztrófák. És folyton az ember konfliktust érez. Miután 2001-ben a World Trade Center tornyok a repülő belement és lebomlottak, utána az emberek úgy féltek, hogy na most lehet a másik pont egy terrorista. Utána most mikor bejött a pandémia, féltünk, hogy most a másiknak nincsen maszkja, akkor elkapom a vírust. Mindig voltak, jönnek olyan dolgok, amit az embert arra készteti, hogy aggódjon, és hogy féljen. És aztán látjuk, hogy tönkretette a békességet a családokban is. Tehát mikor az első dolog, amit tett Ádám is, miután bűnbe estek, mi volt, hogy egyből a nőre, Évára kente a hibát, hogy az asszony, akit nekem adtál, ő vitt bele. És megromlott az Isten és az ember közti kapcsolat is. De ahogy tönkrement a harmónia az első családban is, úgy látjuk, hogy Kain bármikor megölhette a testvérét, megölhette Ábelt. Így sajnos a mai világban ezt látjuk, hogy az emberek inkább aggódnak, hogy mi lesz a jövőben, nem bíznak teljesen Istenben, és nem érzik azt az igazi békét, amit Isten ad. Ha elolvassuk Ézsaiás könyvének a 32. fejezetét, és itt a 17. versét, ott a következőket olvashatjuk. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, és biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. És hogyha vennénk a Szentírást és az evangéliumot, és össze kellene egy mondatba sűrítenünk, akkor ez a mondat Isten békessége lenne. És láthatjuk, hogy lesz az igazság műve békesség. A román fordítás úgy fordítsa, hogy az igazság békét teremt. És mikor eljövünk a gyülekezetbe, meg úgy a mindennapi életünkben is, az legyen a mi célunk, hogy műveljük a békességet, hogy teremtsünk békét. Ne konfliktusokat teremtsünk. És lehet, hogy az élet során annyira jól visszük, hogy minden üzleti dolog jól halad a mi életünkben, de sose felejtsük el, hogy az legyen a mi fő célunk, hogy békét teremtsen. És így majd eljuthatunk, ahogy olvastuk itten az Ézsaiás könyvének a 32. fejezetének a 18. versében, hogy népen békesség hajlékában lakozik. Tehát, hogy
oda jussunk azokra a helyekre, ahol békesség van. És ez gyakorlatban hogy is valósulhat meg? Lehet, hogy egyesek már itt a gyülekezetben is elérték a szép életkort, a 70, 80, 90, és a 100 évet is. És olyan hányan vannak, akik az életük végén azt érzik, hogy tényleg, hogy béke van a szívükben. Ugye, hogy nagy dolog ez, hogy oda juss az életed végén, hogy azt érezd, hogy béke van, és hogy minden rendben van. Ne legyen semmilyen lelkiismeret, furdulás, ne legyenek olyan gondolatok, hogy mi lett volna, hogyha másképp választottam volna, mi lett volna, hogyha más karrier futottam volna be esetleg, vagy a gyerekeimet más iskolába adtam volna, vagy milyen lenne az, hogy a gyülekezetben a családjainkban, mindegyik családban a férj és a feleség is azt érezné, hogy az, akit Isten mellé rendelt, és akivel összekötötte az életét, az a legjobb választás, és tényleg érzi, hogy Isten békéje van a szívében. Nagy dolog, gondolom ez, hogy tényleg, hogy minden pillanatban érezd azt, hogy Isten békéje van. Az egyik statisztika, amit felfedeztem a Romániában, az, hogy az első év egyetem után a legtöbb, majdnem a legtöbb, 40% az egyetemistáknak az első év után érzi, hogy nem jól választott, és vált egyetemet, vagy elmegy dolgozni. És milyen csodás az, mikor elvégzed az első évet, elvégzed a második évet, elvégzed a harmadik évet, a negyediket is, hogyha van, és érzed azt, hogy az jó választás volt, és a jó atya is úgy vezetett, hogy ezt választ. És ez egy életfilozófia kell legyen, az egy mód, ahogyan éljük az életünket. A Róma 8.28 az egyik kedvenc Bibliaversem, az egy kicsit felsőbb szintre emeli ezt a fogalmat, és azt mondja, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ez nagy dolog, nem? Hogy tényleg, hogy minden pillanatban béke legyen a mi szívünkben, és úgy érezzük, hogy minden javunkban van. Hogyha probléma van az életünkben, akkor tudjuk azt mondani, hogy atyám, most a családomban egy nehéz helyzet van, de tudom, hogy javunkra szolgál azokra minden, akik tényleg Isten szeretik. És ha ne talán valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi az, amit mást ad Isten, mint a világ ad, akkor mondhatjuk teljes meggyőződéssel, hogy az, amit Isten ad, az az ő békessége, Isten békessége. És ez egy óriási különbséget jelöl a között, amit a világ ad. Sajnos mai világban sok ember van, aki nem érez békét a szívében. Akik nyugaton élnek, mondjuk Franciaország vagy Németországban, most békességben vannak? Van ott valamilyen konfliktus? Gondolom, mindenki mondhatjuk, hogy tényleg, hogy békességben vannak, mert nem méri őket. A háború is nálunk van a szomszédországban, ott tőlük távol van. Tehát, hogy ott az emberek mondhatják, hogy világi szempontból tényleg békességben vannak. De ha megnézzük sajnos a statisztikákat, azt mondja, hogy 10% a népességnek depresszióban szenved. Tehát egy a 10-ből azt érzi, hogy belül üres, és bármikor, vagy sokszor érez olyan gondolatot, hogy véget vessen az életének. És sajnos ez a sátánnak a célja. Istennek látjuk, hogy mi a célja velünk. Az a célja, hogy tényleg mindig békességet érezzünk. És sátán, mikor kitalálta, hogy ezt elrontsa, akkor mit mond, hogy állj meg egy kicsit, mert mostan rendezd el, most egy kicsit
másképp a hajadat, egy kicsit kihívóbban öltöz, esetleg kihívóbban, nem úgy, hogy az emberek többsége öltözik, hogy felfigyeljenek rád. Ugye ezzel is rejtsed el azt, hogy te beül üres vagy. De Isten úgy adja a békességet, hogy nem úgy adja, mint a világ adja. És hogy van ez, mit ad a világ? Mindig azt adja, hogy most old meg a problémádat, lehet, hogy hitelt vettél fel a házra, vagy old meg a problémát úgy, hogy veszel egy új telefont, és örülsz neki, vagy gyűjtsél pénzt, hogy elmenj szabadságban, ez adjon neked békét. És a világi béke mindig kívülről jön, kívülről próbálhatni rád. És próbálsz úgy kívül felöltözni is, hogy belülről, hogy takard azt, hogy belül romok vannak a te belsődben. De lássuk, hogy Isten, amikor dolgozik, akkor belülről dolgozik először, és ami belül van, az kívülre is hat. Lehet, hogy az otthonunkban vannak olyan problémák, hogy széthúzás van, lehet, hogy konfliktusok vannak, és sok nyomorúság, de semmi sem tudja kicserélni Istennek a békéjét. Mindig Istennek a békéjét kell kívánjuk a mi életünkben. És sajnos vannak olyan emberek, akik azt választották, hogy földi javakat nyernek meg, és utána lehet, hogy többet soha nem éreznek békét az ő szívükben, mert lehet, hogy csalással tették ezt meg. A Zsoltárok könyvének 4. fejezetének a 9. verse azt mondja, hogy békességben fekszem le, és legott elaluszom. Nagy dolog ez, nem? Hogy tényleg, hogy minden nap békességben tudjunk lefeküdni. Vannak olyan személyek, akik nem tudnak különböző konfliktusok miatt aludni éjjelente, mert a szívükben nincsen béke. És mikor egy testvérünknek azt kívánjuk, hogy békességet, akkor azt is kívánjuk, hogy mikor este lefekszik, akkor békességben tudjon nyugovóra térni, és békességet tudjon érezni az ő szívében. Az Efézusi gyülekezethez írt második levélnek a 14. verse a következőket mondja. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta azt a választófalat, az ellenségeskedést. Még egyszer, a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az választójelet, választófalat, az ellenségeskedést. Tehát láthatjuk, hogy Isten lebontotta ezt a választófalat. A teremtmény egyenlő a teremtménnyel. Milyen csodás lenne, hogyha gyülekezetben is alkalmaznánk mindig ezt az elvet, hogy a teremtmény egyenlő a teremtménnyel. Ne gondolja senki magát felsőbb valónak, vagy különlegesebbnek, hanem mindenki tudja szeretni a testvérét, és békességben tudjon lenni. Látjuk, hogy Jézus a mi békességünk, aki egyétett bennünket. A Bibliában olvashatunk egyszer egy nőről, aki elment az emberek közé, és az emberek mit tettek, vették a földről a köveket, és már akarták dobálni ezt a nőt. És azt mondták, hogy ez a nő nem közénk tartozik, nem egy olyan személy, akit mi elfogadhatunk. De Jézus mit mondott? Azt mondta, hogy látjuk, hogy ő békességet akarta. Azt mondta, hogy az első, aki úgy érzi, hogy nincs bűn az ő életében, az dobja először a követ. És milyen szép lenne, ha mindig alkalmaznánk ezt mi is a gyülekezetben, hogy ne dobjuk a köveket, hanem tényleg tudjuk mindenkit vel úgy bánni, hogy vágyjon arra, hogy közénk tartozon, és tényleg vágyjon arra, hogy elérje Istennek a békességét. Ha elolvassuk 2 Péter 3. versének a 11-től 14. terjedő versét, akkor a következőket olvassuk.
Mikor pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell néktek élnetek, akik várjátok, és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvannak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért hát, szereteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feltetetlennek találjon benneteket békességben. Mikor gyerekek voltunk, valószínű, hogy mi is mentünk ki játszani, mikor lehet, hogy előtte esett az eső, és hogyha esik az eső, akkor sár is szokott lenni, és lehet, hogy a ruhánkat nagyon összesároztuk. Olyankor bemehettünk úgy sárosan a házba, hogy le kellett vegyük a sáros ruhát, és gyorsan raktak minket a kádba, hogy fürdessenek le. Lehet, hogy akkor bemehetünk a házba sárosan is, ha épp nem látott senki. És sajnos sok ember úgy akar bemenni Isten országába is, hogy a saját ruhájával megy be, vala lehet épp sáros ruhával, és nem él úgy, hogy tényleg érezze az Istennek a békességét, és tudjuk, hogy Isten országában Isten békessége van, akkor úgy kicsit nehéz, és nem is lehet bejutni, hogy látjuk a példázatban is. És fontos, hogy igyekezzünk arra, hogy tényleg, hogy mindig tisztának és feltetetlenek találjon bennünket békességben. Én hiszem, hogy a jó atya hamarosan visszatér, és tényleg igyekezzünk arra, hogy már most minden napunkban érezzük ezt a békét. És mikor eljövünk a gyülekezetben, és valakivel kezet fogunk, és azt mondjuk, hogy békességet, vagy köszönünk, hogy békességet, akkor ezt úgy is mondjuk, mint egy ima. Kívánjuk azt, hogy tényleg, hogy mindenben békességben legyen. És minden egyes nap az ő életében érezze az Istennek a békességét. És egy nap, mikor azokra a helyekre megyünk, amelyeket készít számunkra, Jézus, aki meghalt értünk, hogy nekünk is örök életünk legyen, akkor ottan tényleg Isten békessége lesz, és legyünk mi is ottan azokon a helyeken. És azt kívánom, hogy az Úr segítsen ebben, és mindannyiunknak Isten békességét kívánom. Amen. Délután Isten tiszteletünk befejezésére énekelni fogjuk a 313-as számú éneket. Ha Isten békéje lakja szívem. Míg az ének dalamát játszódja az orgona, megkérjük a diakonus testvéreket az adományok összegyűjtésére.
Atyánk, köszönjük, hogy Te az életedet adtad értünk, hogy nekünk is örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy Te békét adtál számunkra, attól, hogy az életünk minden egyes napján érezzük a Te békédet a mi életünkben, és attól, hogy mi is békét teremtsünk, és békét akarunk művelni a mi életünkben mindenkivel, hogy ezáltal is láthassák azt, hogy mi a Te gyermekeid vagyunk. Tessék itt meg, hogy sose aggódjunk, hanem mindig bízunk, hogy Te kezedben vannak a dolgok, és attól, hogy mindig Te beléd tudjuk bízni minden bizodalmunkat, hogy ezáltal is Te is lássad, hogy mi átadtuk az életünket Te néked. Te légy velünk az új hét folyamán, attól, hogy a hétnek minden egyes napján tudjunk neked tetsző életet élni, és Te légy azokkal is, akik most betegek, és nem tudtak eljönni a Te szentházadban, hogy mindannyian érezzék a Te áldásaidat, és attól, hogy majd mindannyian ott lehessünk azokon a helyeken, amiket készített számunkra. Te légy, mi oltalmazunk. Amen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondta Jézus. Amen.